Vasárnap délután a Szolnoki Olaj KK U20-as csapata bronzéremért léphetett pályára, ellenfelük a MAFC gárdája volt. Számukra pedig nem indult túl jól a találkozó, mármint a szolnokiaknak, hiszen a fővárosiak 7-0-val és határozott játékkal nyitottak. Az első hazai kosár Rudner Gábor nevéhez fűződik, de nem jött közelebb a Szolnok, sőt 12-3-ra is vezetett a MAFC. Utána indított egy rohamot a házigazda, Rudner és Samuel Taivó szállították a pontokat, de mikor már látótávolságon belül voltak, jött egy Herló tripla, amivel megint leszakadtak a piros-feketék. A negyed utolsó kosarát Frankáron jegyezte, amivel 17-12 lett a felvonás vége. A második 10 perc elején aztán Rudner kosaraival fordítottak a tiszapartiak, egy 17-10-ről 10-0-ás rohamot vezettek és 17-20 állt a táblán. Innentől kezdve fejfej mellett haladtak a csapatok, hol az egyik, hol a másik vezetett. Úgy tűnt, hogy a mieink mehetnek előnnyel a szünetre, de Fandler a dudaszó pillanatában dobott egy saját térfeles hármast, amivel 31-30-ra vezettek. A második félidő is szoros volt, Rudner Gábor már átlépte a 20 dobott pontot, mellette Fricker Marcell és Taivó is többször eredményes volt, de továbbra sem tudtak jelentősen elszakadni a mieink, már volt olyan is, hogy 5 ponttal vezettek, a negyedik negyed azonban 3 pontos hazai előnnyel kezdődött. A záró felvonás Rudner duplájával rajtolt, majd Herló triplát dobott, erre Rudner szintén távolival válaszolt, majd Fricker is betalált, így egy újabb Rudner kosár után 54-45-re vezetett az Olaj. Herló azonban meccsben tartotta a MAFC-ot. 3 perc volt vissza, amikor az addig pontot még nem dobó Kókai Dávid kétszer is megvillant. 2 triplát dobott, amivel gyakorlatilag eldőlt a meccs, hiszen 8 pont volt az Olaj előnye. A végjátékban a fővárosiak még megpróbálkoztak a faultokkal, de nem tudták beérni a Szolnokot. Az Olaj 69-63-ra győzött, és megszerezte a bronzérmet. A bronzérem az szépen csillog a nyakba, hogy értékeled? Nagyon-nagyon szépen csillog, és örülünk, hogy meg tudtuk rendezni Szolnokon a tornát, és szerintem nincs szégyelkezni valónk, ez szépen csillog ez a bronzérem a nyakba. Mit gondolsz, mi múlott az, hogy esetleg nem lett ez fényesebb? Elődöntőben ugye a mostani bajnokot és a tavalyi bajnokot kaptuk, azért tavaly is pont ellenük játszottunk, tavaly nagyon csúnyán kikaptunk, szerintem 30 ponttal. De most szerettünk volna nekik visszavágni, nagyon nagy energiával készültünk a mérkőzésre, de a vége valahogy nem jött ki, fáradtak voltunk. Örültem neki, hogy kijött a lépés, viszont ugye nem ez volt a cél. A cél az volt, hogy az első helyet megszerezzük, úgyhogy ez kicsit lelombozott minket a tegnapi nap során. Viszont motivációt találtunk ebbe a harmadik helybe, amit sikerült is megszerezni. A döntőt a Debrecen és a Szeged játszotta. Egy rendkívül izgalmas mérkőzésen végül a szegediek győztek 75-71-re, ezzel megvédték bajnoki címüket.